Pálinkás Ferenc vagyok, ismét a BRC hívmondója, itt mellettem Herceg Lacika, őt fogom most faggatni egy picit. Első kérdésem az az is lenne, hogy most már ezért a felkészülésnek a vége felé jártok, mesélj egy kicsit valamit, hogy érzed magad, milyen az új edző, milyennek az új edzésmódszerek? Hát nagyon kemény, 3 heten vagyunk túl, nagyon megdolgoztattak minket, de ennek lesz biztos, hogy előnyét fogjuk csiholni a bajnokságban, és úgy érzem, hogy most nagyon jó a csapat. Ezt ebből a 3 meccsből is látszott, hogy végig mi szerettük volna dominálni, ezt is kérte tőlünk a Zsivócki. És hát én már nagyon várom a bajnokságot, lassan 2 hét múlva itt van, úgyhogy minden rajtunk fog dőlni. Figyelj már, volt ez a 3 meccs, amit nagyon lazán hoztatok, elég szép eredményekkel. Nyilván ennek most nincsen tétje, meg nem is olyan csapatok, akikkel együtt fogtok játszani, de azért mesélj már róla, hogy milyen volt például az MTK ellen. Tehát hogy érzed, hogy milyen esélyeitek lesznek majd a saját bajnokságban, NB3? Hát én mindenképp azt várom, hogy egy erős élcsapat leszünk, sőt, meg szeretnénk nyerni a bajnokságot, amit nagyon nagy cél, amit tavaly sikerült, reméljük most is sikerülni fog. Az MTK elleni meccsről csak annyit, hogy nagyon nehéz ilyenkor játszani, amikor benne van a lábunkban 3 hetes munka, fáradtak az izmok, nagyon oda kell figyelni a folyadékbevitelre, az étkezésre. Hát igen, én is ott voltam a meccseken, igen meleg volt mindegyik meccsen, tehát nem lehetett azt mondani, hogy felhős volt az idő. Talán a 60-i meccs, ami itthon volt, az egy picit a második fele. Hát azt lehet mondani, hogy ugye felhősebb volt, akkor is elég meleg volt, ráadásul ott te meg is sérültél. Mi van a lábaddal? Hát igazából ez nem egy mostani dolog, sajnos nekem már a jobb okám az 3-szor sérült, és nagyon érzékeny a rugásokra, és egy kisebb rugást kaptam rá, de semmit nem tudom csinálni az edzéseket és a felkészülést. Na, ennek rettentően örülünk, szerintem a drukkerek is nagyon fognak örülni. Nem akarlak tovább zavarni, mert kezdődik nem sokára az edzésetek. Én tényleg azt kívánom, mint amit itt el is mondtál, hogy élcsapatnak kell lenni nektek itt a bajnokságban. Sok sikert hozzá, aztán reméljük, hogy a hamarosan kezdődő bajnokságnak az első meccsét is legalább ilyen szépen hozzátok majd. Köszönjük szépen! Sziasztok! Sziasztok! Gyere, gyere, gyere! Csipi! Csipi! Miért? Lopsz a jobbra! Lépj vissza, nem! Megyok!